tudományos és fantasztikus élményekre vágysz, akkor csatold az öveket és tűnj be hozzánk a Parallaxisba. Parallaxis. Jó reggelt kívánok, ez itt valóban a Tilos Rádió, benne pedig a Szokorébresztő című műsor. A Tilos Rádiót a 90,3 MHz-es frekvencia modulált sávon élvezhetitek még, és remélhetjük minél tovább, és persze a tilos.hu-n is. És nem, ja, azt talán nem mondtam, de most akkor mindenképp pótlom ezt a hiányosságot, hogy én Dr. MZ per X vagyok, vagyis Vince Miklós, és hogyha minden igaz, itt van a vonalban állandó szakértőnk, Werner Norbert, aki viszont nem csak egyszerűen doktor, hanem most már professzor. Igaz ez, Norbi, és valóban itt vagy? Jó reggelt, itt vagyok. Jó reggelt, ez a professzorságodról való állítás, amit tettem az előbb, ez megállja a helyét, vagy csak egyszerűen fake newsról beszélhetünk ebben az esetben? Megállja a helyét. Fantasztikus. Igen. Hát gratulálok ezúttal, tehát akkor ezt úgy kell értelmezni, hogy te, aki jelen pillanatban is ugye a Skype-on keresztül Brunóból, vagyis Brünnből, vagyis Pál Andris szerint Berényből jelentkezel be, ugye ott akkor te az egyetemen, ami a Masaryk Egyetem, ugye? Igen. A Masaryk Egyetemnek a véglegesített állású professzori státuszába kerültél. Hát ez csodálatos. Úgyhogy innentől itt az egész kollektíva nevében szeretettel gratulálunk. Ideje volt már, fantasztikus. Ugye egyik szemünk sír a másik nevet, mert hát Magyarországon is lehettél volna professzor, de az emberiség szempontjából összességében mindegy, és számodra meg számunkra meg csodálatos. Viszont azt láttam, hogy van az a kép, ami ezügyben köröz rólad az interneten, ahol az némi magyarázatot követel, mert melletted van egy szerintem legendás alakja a csehszlovák tudományos ismeretterjesztésnek, aki én szerintem nem más, mint a csehszlovák Carl Sagan, de nem tudom, hogy erről akarsz esetleg beszélni valamit, hogy egy kicsit kontextusba helyezd ezt a képet, amit én láttam rólad. Igen, amikor még kisiskolás voltam, Rozsnyón, Rozsnyóra járt előadni egy Jiří Grigár nevű csehszlovák csillagász, és hát Csehszlovákiában minden nagyobb városnak volt egy csillagvizsgálója, úgyhogy a Rozsnyón is volt egy csillagvizsgáló, és ez a csillagvizsgáló ezt a csillagászt így minden évben meghívta. És én, mint gyerek, nagyon szerettem az előadásait, és máig emlékszek arra az érzésre, amikor mentem haza az előadásáról, és így a fejemben mindent próbáltam ismételni, amit mondott, nehogy elfelejtsem, hogy emlékezzek rá, és ez mindig így volt. És amikor középiskolás voltam, írtam egy ilyen középiskolás kutatómunkát, az életről a világűrben írtam, és az egyik előadása után elmentem utána, hogy még kérdezzek tőle további kérdéseket, és a csillagvizsgálónk igazgató nője felvetette, hogy nem akarná ő lenni az én kutatómunkám, középiskolás kutatómunkám konzultánsa. És számomra ez egy olyan valami volt, hogy fú, ő lenne az én középiskolás kutatómunkám konzultáns, és ő igent mondott. Azta, aha. És ez ilyen 1996-97 lehetett, és nekünk már akkor volt internetünk, és e-maillel kommunikáltam vele, és ő válaszolt az e-mailjeimre, mindent elolvasott, amit írtam, és tanácsokat adott, és számomra ez egy olyan nagy boost volt, annyira nagy lökést adott nekem, hogy szerintem, ahogy mondtam neki, mikor adták át nekem ezt a professzori diplomát, azért hívtam őt oda, mondtam neki, hogy részben ő felelős azért, hogy én...
Hát ez fantasztikus. Zsilagász lettem, mert... Aha. De milyen jó, hogy... Tehát igazából te hívtad őt meg, ugye? Tehát, hogy ez így igen, volt, igen, hogy igen. Volt egy ünnepélyes átadó, és akkor te fontosnak tartottad, hogy ő ott legyen veled. Igen, igen, szóltam neki, hogy és ő meg minden nélkül azonnal nagyon szívesen eljött, és... De ő Csehországban él, ugye? Nem Szlovákiában. Igen. Aha. Igen, és ő azért mondjuk, hogy ő a csehszlovák Carl Sagan, mert Amerikában Carl Sagannak volt a Kozmos sorozatja, amit a Magyar TV is leadott valamikor 1990 környékén, és Csehszlovákiában pedig Jiří Grigárnak volt egy sorozatja, amit úgy hívták, hogy kinyílnak az ablakok a világegyetemre, uh-huh. És ezt akkor mindenki nézte. Ugyanis Csehszlovákiában két műsor volt a 80-as években, az egyes és a kettes, uh-huh. És azok sem mondtak egész nap. Uh-huh. Úgy, amikor ez volt a tévében, akkor azt az egész ország nézte. Tehát őt mindenki ismeri. Hát ez óriási. Igen, igen, látod, még én is tudtam, hogy ő a Csehszlovák Carl Sagan, pedig én sosem néztem a Csehszlovák 1 és Csehszlovák 2 műsorát. Na igen, szóval, hát Norbi, hát ez tényleg igazából tök megható az egész sztori, meg minden nagyon, nagyon szép és méltó, marha jó. Szóval nagyon örülök, gratulálok még egyszer Jiří Grigárnak is egyébként, hogy ilyen kitűnő utánpótlás felnevelésében ilyen nagy szerepet vállalt. Na de, ugye nekünk azért van itt dolgunk, nem csak a múltba visszamerengeni ám, hanem ugye messzi jövendővel össze is kell vetnünk a jelenkort, ugye ez vagyunk itt, és hát arról van szó, hogy azért a közeljövőben is történnek érdekes dolgok az űrben. Most nem is tudom, ugye két dologról szeretnék beszélni, az egyik az, hogy ti miket terveztek mostanában, ez az egyik, a másik viszont az aktuális hírek rovatban én speciál azzal készültem, hogy miféle holdszonda indul a jelenlegi tervek szerint holnap reggel Új-Zélandról, és hogy ennek mik az implikációi. De Norbi, te is dobjál be nyugodtan témákat, mert ahogy mondtam, most ez ilyen értelemben kicsit improvizatív adás lesz, hogy végre ráértél, és akkor most így erre ráugrottam erre a lehetőségre. Szóval igazából annyi minden megbeszélni valónk gyülemlett fel az elmúlt nem is tudom hány hétben vagy hónapban, amióta itt nem hallottuk a hangodat, hogy tulajdonképpen mondjál bármit, amit éppen mostanában foglalkoztat, és akkor arról is beszélünk. Én majd valamikor egy 20 percet erről a Capstone küldetésről, meg erről a brutális hold körüli pályáról beszélnék, amire ezt föl akarják rakni, mert az éjszaka egy részét azzal töltöttem, hogy felfogjam ezt a hold körüli pályát, amit egyébként a Gateway űrállomáshoz akar használni a NASA, de hát egészen csodálatos egyébként ennek az égi mechanikai része. Most égi mechanikáról beszélni egyébként az mindenképp kihívásokkal teli, pláne rádióban, mindenféle vizuális segédanyag nélkül, de szerintem ezt a kihívást elfogadjuk, de mondom, ez szerintem, becslésem szerint egy 20 percet kell, hogy elfoglaljon a műsorból, de hát ezt leszámítva igazából lehet bármi. Szóval igazából ez a kérdésem felét, hogy van-e valami, amit most úgy érzel, hogy fontosnak tartanád, hogy beszéljünk róla, akár az űrhírek rovatban, akár űrcsillagászat, akár bármi, mi minden történik mostanában, ami szerinted fontos. Hát én elmondom, hogy mik a terveink, és szerintem jó. Aztán onnan elmehetünk mindenféle. Jó, jó, nagyon jó. Akkor kezdjük tehát azzal. Ez az UV, hogy mondta, Kuvik? Igen, igen. Kuvik, igen. Ez egy, az figyelj, az magyarul egy madár, nem? Igen, igen, szlovákul is. Szlovákul is? Jó, oké, na akkor hajrá, Kuvik. De hát, hol is kezdjem? Hát, nehéz kérdés. Ez egy UV űrtávcső, amit most pályázunk. Csehországban kijött egy olyan pályázati lehetőség, hogy pályázni lehet ambiciózus technológiai és tudományos űrmissziókra. És ez úgy történt, úgy, ahogy Magyarországon az űrér a külügyminisztérium felelős, Csehországban az űrér a közlekedés minisztérium felelős. Biztos ez volt mögötte a logika, hogy az űrközlekedés. Uh-huh. És ez a közlekedés ügyi minisztérium úgy döntött, hogy meg akarja támogatni a cseh űripart és a cseh
akadémiát abban, hogy kompetitív, hogy ezek kompetitívebbek legyenek Európán belül, amikor nagy ESA missziókhoz pályáznak fontos komponensekre. Úgyhogy ne csak kis dolgok épüljenek Csehországban az ESA űrmisszióiba, hanem tényleg Csehország fontos szerepeket tudjon vállalni az ESA projektekben. És ezt úgy csinálták, hogy kijelentettek egy pályázatot egy cseh ambiciózus űrmisszióra, de ezt a pályázatot nem Csehország jelentette ki, hanem az ESA. Tehát Csehország az ESA-nak ad külön pénzt arra, hogy az ESA egy pályázati lehetőséget jelentett ki Csehországban egy ilyen űrmisszióra, és mi megpályáztunk. De várjál egy pillanat, ez egy korrupció ellenes, vagy fair play dolog miatt van? Hogy lényegében, ha jól értem, hogy a csehek megbízták az ESA-t, hogy csehek számára írjon ki egy pályázatot. Igen, igen, tehát Csehország adja a pénzt, de az egész pályázatot, az egész programot, egész projektet az ESA menedzseli. Aha. És ez azért van, hogy minden teljesen pontosan ESA szabályok szerint. Ja, értem. Aha. És tehát az ESA felügyeli a munkánkat, és tulajdonképpen tanít minket. Uh-huh. Tehát most, ahogy megnyertük ezt a pályázatot, akkor minden hónapban vannak ilyen progress meetingjeink az ESA-val, ahol mi elmondjuk, hogy mit csináltunk, és akkor ők ránéznek, és tanácsokat adnak, hogy még erre gondoljatok. Ezt lehet, hogy egy kicsit másképp kellene, meg. Tehát tulajdonképpen az ESA felügyelete alatt csináljuk eztet, ESA tanít minket, hogy kell ilyen projekteket csinálni, tehát know-how-ot is kapunk. És ez nagyon jó. No, szóval megpályáztunk, kitaláltunk egy olyan missziót, hogy egy UV űrtávcső, Ultra Ibolya űrtávcső. És ez egy ilyen, ez már nem egy CubeSat, ez egy ilyen 100 kg környékén lévő műhold, és ebben a műholdban egy 30 cm átmérőjű tükörrel lesz egy távcső. És ez már azért eléggé szenzitív tud lenni. És a misszió fő célja kilonovák fotometriája. Már ebben a műsorban is beszéltünk a gravitációs hullámokról, meg arról, hogy hogyan keletkeznek, és gravitációs hullámok egy része úgy keletkezik, hogy amikor összeolvad két neutroncsillag. És ezek a összeolvadó neutroncsillagok, ezek nagyon-nagyon érdekesek, és csillagászat szempontjából is nagyon fontosak, mert a neutroncsillagok összeolvadása eredményezi a nehezebb elemek létrejöttét a világegyetemben. Tehát az összes elem a vasig csillagok belsejében keletkezik. Viszont a vasnál nehezebb elemek, mint az arany, a platinum, az uránium, ezek valahogy másképp keletkeznek. És 2017-ben volt egy kilonova megfigyelés, egy ilyen összeolvadó neutroncsillagok megfigyelése, amely azt mutatta ki, hogy valószínűleg ezek a nehezebb elemek legnagyobb része pont neutroncsillagok összeolvadásánál jön létre. És mi pont ezt szeretnénk megfigyelni. És itten az UV, ultra Ibolya megfigyelések nagyon-nagyon érdekesek tudnak lenni, ugyanis egy nappal a összeolvadás után, a kilonova robbanása után a Ultra Ibolya fényessége ezeknek a úgynevezett kilonováknak mondja meg nekünk, hogy ez a robbanás egészen pontosan hogy történt. És hogy ezeknek a neutroncsillag összeolvadásának mi a végeredménye, mi a végpontja. Fekete lyuk jött létre, vagy egy nagyon masszív neutroncsillag jött létre, ami később nagyon gyorsan összeomlott fekete lyukká,
vagy egy gyorsan pörgő, nagyon masszív neutroncsillag jött létre. Ez mind megmondható az úgynevezett ultraibolya fénygörbéből, tehát abból, hogy hogy változik a ultraibolya fényessége ennek az objektumnak egy nappal a robbanás után. És ultraibolyában csak az űrből lehet megfigyelni, és manapság nincsenek ultraibolya űrtávcsövek. A Hubble űrtávcső az tud megfigyelni ultraibolyában, de a James Webb már nem tud, és a Hubble meg nagyon nehéz megfigyelési időt kapni. Tehát van tér, vagyis van, a csillagászoknak hiányzik pont egy ilyen ultraibolya távcső. De ti egyébként hullámhoz tartományban, bocsánat, ti kilógtok, mondtad, hogy a Hubble-re nehéz távcsőidőt kapni, igen, de gondolom a Hubble eleve csak ilyen közeli ultraibolyába tud. Igen, ez is csak közeli. Ez is csak közeli. Ha, tehát sugárzás, ugyanabban a frekvenciatartományban mozogtok, csak ti egy remélhetőleg egy gyorsabb elérésű távcső igen. lesztek. Aha. Igen, tehát 200-tól 400 nanométerig leszünk érzékenyek. Aha. Szóval, a célunk, a fő célunk pont ezeknek a úgynevezett kilonóváknak a megfigyelése, tehát neutroncsillagok összeolvadásából származó kilonóváknak, amelyeket gravitációs hullámdetektorok fognak először észlelni, tehát az itt a terv, hogy a gravitációs hullámdetektor észlel gravitációs hullámokat neutroncsillag összeolvadásból, 2027 környékén, és akkor megállapítja, hogy körülbelül hol történt ez az égbolton, és mi azonnal elküldjük a űrtávcsőnek a koordinátákat, és az elkezdi fényképezni az égboltnak azt a részét, uh-huh. megtaláljuk ottan az ultraibolya kilonóvát. Aha. És akkor fogjuk követni, egy-két napon keresztül, hogy csökken ennek a fényessége. Viszont ilyen neutroncsillag összeolvadásból egy évben nagyon kevés lesz. Lehet, hogy egy-két kezen az ember össze tudja számolni, hogy mennyit várhatunk egy év alatt. És amikor éppen nem kilonóvákat fog megfigyelni, akkor ez az űrtávcső rengeteg érdekes dolgot fog tudni csinálni. És most dolgozzuk ki ezt a tudományos programot, hogy mik azok a kérdések a csillagászatban, amelyre ezzel a távcsővel választ tudunk adni. És ehhez próbáljuk igazítani a űrtávcsőnk végleges dizájnját. Szintén van rá valamennyi pénzünk, és meg kell állapítani, hogy ennyi pénzből mit tudunk igazán megépíteni, és az, amit meg tudunk építeni, az hogy fog tudni válaszolni ezekre a tudományos kérdésekre. Tehát most az egésznek egy ilyen fázisában vagyunk. Különben az ESA, ha jól tudom, 5 missziót választott ki Csehországban, ilyen nagyon részletes stadira, és akkor egy év után, ezt a ESA zsargonban úgy hívják, hogy a fázis 0 A és B egy fázisa az ilyen mission study-nak, és egy év után ebből az 5 misszióból az ESA szelektálni fog 2-t, amely végül meg fog épülni, és mi azt reméljük, hogy mi benne leszünk abban a 2-ben. Oké, tehát akkor ez van, hogy az tényleg akkor ez az ESA pályázati lebonyolítási rendnek megfelelően, ugye, hogy először arra kaptatok tehát 5-1 pénzt, hogy egy ilyen előzetes tervet csináljatok, ugye, és akkor utána, igen. De az még csak egy ilyen feasibility study, vagy valami ilyesmi, talán, vagy igen, annál azért több. Ez már egy elég messze. Elég messze, aha. Igen. Igen, és na mindegy, és akkor mi a timeline-ja ennek az egész történetnek? Most tudom, az ESA-ról van szó, ez mindig eleve problémás, úgyhogy mi lenne a legoptimistább becslésed arra, hogyha minden szipi-szuper, akkor mikor lesz ebből konkrétan űrben űrtávcső? 10 év múlva mondjuk, vagy? Nem, 2026 és 27. Azt a mindenit!
úgyhogy 27 elején. Hát a figyelj, akkor ez egy nagyon, nagyon gyors dolog, nem? Igen, mert ez egy kis igen, műhold. Oké, de akkor ez is. 100 kg-os kis műhold, és az egészet nem az ÉZA-tolja, hanem a cseh közlekedési minisztérium. Na hát akkor lehet, hogy ez a jó. És ők meg azt akarják, hogy ez gyorsan menjen, és hogy ez egy ilyen részben egy ilyen New Space-es dolog legyen, de tudjuk, hogy az ÉZA nem nagyon tud New Space-es dolgokat csinálni, úgyhogy ez még érdekes lesz. Kérdeztem is az ÉZA-sokat, hogy milyen rizikót hajlandó az ÉZA elvállalni egy ilyen valamiben, mert hogyha egy ilyen nagyon rövid időskálán dolgozunk, és ennyire gyorsan akarunk egy műholdat, mint ahogy a cseh minisztérium akarja, akkor az ÉZA-nak is gondolom egy kicsit változtatni fog kelleni abban, hogy áll ehhez hozzá. Hát igen, tehát hogy egyébként most talán a hallgatóknak az nem triviális, de nem tud, nekem minden esetre nem triviális, hogy azért Csehországnak azért van nagy műholdépítő múltja. Tehát oké, azt tudjuk, hogy például a Vezetelusat 2 például, amit ugye az idei év talán első, vagy második indítása keretében fölbocsájtottak, ugye a ti kis műholdatok. Amúgy az jól működik jelenleg? Igen. Na szóval az például ugye az egy... Ó, nagyon jó. Szóval az egy 3 kilós műhold, ugye? 5 kilós műhold, de 3 egységes kubszat, ugye? És akkor viszont ugye az van, hogy egyébként az nem tűnik nagynak, de valójában Csehország már az 1970-es évek óta épít saját műholdakat hébe-hóba. Tehát ha belegondolunk, hogy a magnetoszféra ioniszféra kutató Magion nevű műholdakat az Interkozmosz program keretében felvitték, hogy igazából a Csehszlovákia volt az egyetlen olyan ország az Interkozmosz együttműködésen belül, tudtommal, amely konkrétan saját műholdat épített. Tehát nyilván a lengyelek, a magyarok, az NDK-sok, a románok, a vietnámiak, stb. Mindenki, tehát itt a szocialista, a tömbnek az országjai mind fejlesztettek műszereket ilyen Interkozmosz műholdakra a Szovjetunió idejében, kisebb-nagyobb mértékben. A magyarok is egyébként teljesen élen jártak ebbe, de olyan, hogy saját műholdat építsen valaki az Interkozmosz programba, az szerintem, és javíts ki, ha tévedek, az csak Csehszlovákia tudta elérni, és ezekkel a Magion 1-2, nem is tudom hány volt belőle, de 2 biztos műholdakkal. Igen, és aztán még itt azzal argumentálnak, hogy itt elég nagy a repülőipar múltja, és tulajdonképpen a jelene is elég érdekes, és az ugrás a repülőiparból az űriparba, hogy ottan relatíve kicsi, mint teljesen a semmiből kiépíteni egy űripart. Tehát itt így politikailag is van olyan... Hát igen, de ez az űripar is ott van. Tehát aki 70-es évek óta épít műholdakat, ott... Jó, oké, hogy gondolom azért egy UV-távcsövet. Ja igen, nem mondtuk ki a nevét csak az elején, amikor viccelődtem. Mármint, hogy ugye az a neve, hogy Kuvik, ugye? Azt úgy írja, az UV az biztos ultraviolet, nyilván, de akkor igen. Az elején egy Q betűvel kezdődik nektek. Q-U-V-I-K. Nyilván ez egy betűszó. Mi a megfejtés? Mint gyors. És hogyha megjön az információ, hogy honnan érkeztek a gravitációs hullámok, hogy körülbelül merre van a forrás, akkor a távcsőnek gyorsan, relatíve gyorsan oda kell fordulnia, és abból van az angol quick szó, az U és V, az mint UV, ultra. Igen, azt megfejtettem, igen. K, az pedig kilonova. Ez a Q-vik, és még angolul a nevében ott van kis S-sel a surveyor. Jó, de azt nem tettétek bele a betűszóba, hiszen akkor nem jött volna ki a madárka. Na most a backronimek, vagyis a létező szavakra ráerőltetett rövidítés rendszerek fejlesztésében is élen jár a NASA, és ez egyébként egy átkötés a következő témára, ugyanis holnap reggel indul el
a világűrbe, egyébként szintén egy ilyen, egy űrmagánvállalat rakétáján, a kisméretű Elektron rakétán, ami ugye Új-Zélandról szokott indulni, és most sem lesz ez másként. Ugye, most hirtelen akartam mondani, basz, tényleg teljes rövid zárlat, úgyhogy légy segíts ki, mi az Elektron rakétán cégének a neve? Milyen komolyan mondom, hogy úgy látszik reggel van vég, vagy nem tudom, nem jut eszembe, valami, nem tudom, mindegy. Szóval a lényeg az, hogy mindjárt megjön, de a lényeg az, hogy ez Elektron nevű kicsi rakétával fogják Új-Zélandról pályára állítani a Hold felé ezt a NASA által finanszírozott pici űrszondát, aminek a neve, és akkor itt kapcsolódik a backronymok, világához az, hogy Capstone, ami ugye azt jelenti az építészetben, hogy zárókő, tehát ahogy mutatja, és az cap, az sapka, ugye a stone meg kő, tehát a capstone az az, amikor az ember épít mondjuk egy boltívot, meg egy, vagy egy kupolát, és akkor a tetejére azt a sarokkövet, vagy zárókövet beteszi, ami összezárja az egészet, szóval ez a capstone, de természetesen a NASA-ról van szó, tehát ez is egy rövidítés, mégpedig a capstone az azt rövidíti, hogy Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment. Capstone. Na most ugye az van, hogy a neve is mutatja, hogy Cislunar, az a cislunáris, tehát a Holdon inneni részben tervezik ezt állítani, ez mindjárt megmagyarázásra fog kerülni, hogy ez mi a túró, de a lényeg az, hogy itt elsősorban az a küldetésnek a fő célja, hogy bizony egy sok egyéb mellett számomra a legizgalmasabb célja az, hogy egy olyan pályára állítsák rá ezt a pici, amúgy mikrosütő méretű, nagyjából 21 néhány kilós űrszondát, ami egyébként szintén CubeSat szabványokból van összeállítva, tehát tulajdonképpen ez is egy sok egységes CubeSat szerkezet, ez a Capstone, de a lényeg az, hogy ezt egy olyan holdkörüli pályára fogják rakni, amire még soha nem állítottak űrszondát, de nagyon fontos a jelentőség abból a szempontból, hogy majd a NASA-nak a hold körüli pályára tervezett űrállomása, a Lunar Gateway, az ilyen pályán fog keringeni. Na most ez a pálya, ez nagyon furcsa, soha nem került még rá űreszköz, és most erről gondoltam, hogyha már, ez az aktualitása miatt jött be ez a téma, hiszen magyar idő szerint reggel 10-kor holnap fog indulni, ha minden igaz. És egyébként Rocket Lab, most már lassan ezt jutott, hogy Rocket Labnek hívják a céget, nem tudom miért esett ennyire magasról, de most közben bevillant. Tehát, hogy az Elektron rakétával indul el Új-Zélandról, de a NASA-nak a küldetése, tehát magáncég viszi fel a NASA küldetéshez ezt a szondácskát, ami még egyszer egy mikrosütő méretű napelem táblákkal felszerelt eszköz. Most ebben az lesz igazán az izgi, hogy ez milyen pályára áll a hold körül. És hát ehhez kell egy kicsi, pici égi mechanikai gyors talpaló. Először is megbeszéltük talán pont veled, Norbi, amikor az SLS-ről csináltunk adást, egyszer egy régi szép napon, ugye megállapítottuk azt a tényt, amit nehéz volt nem észrevenni, hogy az SLS-nek kisebb a teherbírása, mint a Saturn 5-nek, az ember szállító Orion űrhajó az meg össze egyedül önmagában nehezebb, mint a teljes Apollo plusz Holdcomp űrhajó rendszer, és akkor ugye hogy lesz ebből mese? Tehát ez volt a kérdés, hogy hogy a túróban lehet képes az SLS az Oriont hold körüli pályára állítani. Ugye az SLS az a NASA-nak a nagy rakétája, amiről egyébként szintén tegnapi hír, hogy már nyáron, tehát elméletileg augusztusban megkísérlik a startot, vagyis az Artemis egy küldetést, amiről sose gondoltuk igazán, hogy valaha be fog következni, de most úgy tűnik, hogy tényleg. Tehát a NASA emberes űrhajójának az ember nélküli hold körüli pályára repülése, az már meg fog történni idén augusztusban. Na de, vagyis a legkésőbb szeptemberben, hát most legalábbis ezt az indítási ablakot tűzték ki. Viszont ugye az van, hogy természetesen, ahogy mondtam, ugye az Orion az túl nehéz, az SLS nagy rakéta, az hiába benga nagy dög, de még így sem elég teherbírású ahhoz, hogy képes legyen arra, hogy egy Apollóhoz hasonló alacsony hold körüli pályára helyezze ezt az űreszközt. Konkrétan az Orion űrhajót. Ezért aztán
Ugye az ötlet, hogy konkrétan például az Artemis 3 küldetésen, amikor emberek fognak először utazni, akkor egy nagyon furcsa, elnyújtott holdkörüli pályára fogja állítani az Oriont az SLS, amihez egyébként kevesebb energia kell az elnyújtott magas holdkörüli pályához, aminek a teteje nagyon magasan van, úgy értem, a hold felszíne fölött. De elnyújtott ellipszis pályákat kell elképzelni. Tehát egy olyan pályára fogja rátenni az Oriont az SLS, és ott fog találkozni a korábban oda juttatott és a SpaceX által fejlesztett holdra szálló egységgel, ami majd szépen leszáll a holdra, és aztán visszaviszi a munkájuk végeztével az űrhajósokat, és innentől már az Apollo sztorihoz hasonlít a történet, holdkörüli pályán randevúznak, az Orionnal megint is hazajönnek, csak az a lényeges különbség, hogy egyrészt itt nem egy rakéta viszi fel az egész hóbelevancot, hanem ugye megtörténik a holdkörüli pályás randevúnak az a megoldása, hogy két külön starttal küldik föl a holdra szálló egységet, meg a hold körül keringő űreszköz, plusz ugye az, hogy egy teljesen más pályán kerik majd az űrhajó. Na most későbbi repüléseken pedig majd, ugye ez a terv, hogy hát számomra tudományos szempontból nehezen indokolható, de nagy erőkkel tervezett Gateway űrállomás, az ugyancsak ezen a pályán fog keringeni, egy kutatólabor a holdkörüli pályán, ami egyébként ugye ilyen átszálló központ is lesz, hogy onnan lehet ingázni a holdfelszínre meg föl a holdkörüli pályára, de hogy közben egyébként egy tudományos laboratórium is lesz, ahonnan meg lehet figyelni például a mit tudom én, a magnetoszférában még a zajló eseményeket, a napból kiáramló dolgokat, meg lehet figyelni a kozmikus sugárzás hatását az emberi szervezetre, stb. Tehát mindenféle dolgot lehet csinálni. Na, szóval, hogy igen, ehhez kellett tervezni egy pályát, és egy nagyon-nagyon-nagyon szerintem zseniális pályát terveztek, azért ezt meg kell hagyni. És ez, amit úgy hívnak, hogy kérem szépen, ezt a pályatípust, ezt ennek ugye az a neve, hogy várjatok csak, ennek a pályatípusnak nem más a neve, mint az, hogy NRHO, vagyis Lunar, hogy van ez? Rectilinear Halo Orbit. Tehát ez azt jelenti, hát nem gondolom, hogy ez így nem sokat mond, nekem legalábbis nem sokat mondott, szóval ez egy olyan fajta pálya, ami valójában igazából, úgy Isten igazából, nem is teljes egészében igaz, hogy ez a hold körül kering, ez az űreszköz, amit erre a pályára helyeznek, hanem lényegében a nap, vagyis hát bocsánat, a Föld-Hold rendszer Lagrange 2 pontjához van kötve a pálya. Ez nagyon érdekes. Tehát a Szokol ébresztőnek a kitartó hallgatói bizonyára tudják már, például a James Webb űrtávcső kapcsán is szóba került a Nap-Föld rendszer Lagrange 2 pontja, de korábban is volt ilyesmiről szó, most a Föld-Hold rendszer Lagrange 2 pontjáról beszélünk. A lényeg az, hogy ha van kettő egymás körül keringő bolygótest, vagyis úgy mondjuk inkább, hogy a közös tömegközéppontjuk körül keringő, de most első közelítésbe tekintsük, hogy az egyik bolygótest a másiknál sokkal nehezebb, ez mondjuk a Föld-Hold rendszer esetében nagyjából fennáll, hiszen a Föld az 81-szer nehezebb, mint a Hold. Tehát, hogy van egy ilyen rendszer, nagyobb égitest körül kering egy kisebb égitest. Nyilván az ember keresheti azt a pontot, azokat a pontokat, hogyha mondjuk csak két bolygótest lenne, ahol ugye úgymond azt mondhatjuk, hogy mind a két bolygótest ugyanannyira vonza a cuccot. Most azt nyilván józan paraszti ésszel beláthatjuk, hogyha van két test, az egyik nagyobb, a másik kisebb, kettő között valahol útközben lesz egy pont, ahol az egyik ugyanannyira vonza a testet, mint a másik. Ugye ez mondjuk triviális, ez nem annyira meglepő, de ez így van. Nyilván, mivel a Föld nehezebb, a Hold meg könnyebb, ezért úgy nyilván intuitíve is belátható, hogy ennek a pontnak közelebb kell lennie a Holdhoz, mint a Földhöz. Ez nyilván így is van, van egy ilyen pont. Nyilván azt is érezzük, hogy ez a pont instabil, tehát ha picit megpöccintjük, akkor elindul az egyik irányba, picit megpöccintjük, akkor elindul a másik irányba, tehát ez egy instabil pont, de valóban létezik egy egyensúlyi pont két tömeggel rendelkező test között, ahol mind a kettőt, egyik az egyik irányba, másik a másik irányba, ugyanolyan mértékben vonza a kis próbatestünket. Oké. Viszont kicsit eldurvul a történet, hogyha még a keringést is hozzá
tesszük, tehát hogy az egyik test a másik körül kering, mert akkor úgymond belejönnek a forgás miatti komplikációk, ugye az együttforgó rendszerből mondhatjuk, hogy centrifugális erők, ugye ilyen látszólagos erők bejönnek a képbe, tehát igazából most már nem csak a gravitációt, hanem ezt is bele kell tenni a képletbe, és akkor egészen varázslatos dolgok jönnek ki, egy olyan 5-5 fokú egyenletet kell megoldani, aminek ennek megfelelően 5 megoldása lesz, amik olyan pontokat írnak le, amelyeken úgymond a Föld és, Földhöz és a Holdhoz képest viszonyítva, tehát ehhez a két ponthoz képest a Föld-Hold rendszert összekötő vonalhoz rögzített rendszerből nézvést parkolni tudnak az eszközök, és ebből csak az egyik az a pont, ami a Föld és a Hold között van, amit az előbb így kitalálgattunk, úgy józan paraszti ésszel, azt hívják Lagrange egy pontnak, mert nyilván a Lagrange nevű enciklopédista volt az, aki ezt így először kitalálta, ők már mindent tudtak annak idején, 18. századi Franciaországban már mindent kitaláltak, de az a lényeg, hogy, hogy a Lagrange egy pont az, ami a két test között van, és akkor egészen meglepő, a 4-5-öt hagyjuk is, mert az egészen elképesztő, tehát ez külön adást megér, de a Lagrange 2 az egy olyan egyensúlyi pont, ami tulajdonképpen úgy van egyensúlyban ebben a forgórendszerben, hogy a Hold mögött van a Földről nézvést. Tehát van egy pont, ami ugyan a Hold mögött van, de a Hold Holddal együtt kering a Föld körül. E körül a pont körül kering például a kínaiaknak az a holdszondája, amit arra használtak, hogy rádiókapcsolatot tartsanak a Föld meg a Hold túloldalán tartózkodó kínai űrszonda között. Ugye ott van a Yutu 2 nevű jó kis rover, ami most is még mindig ott mászkál a Hold túlsó oldalán a Kármán kráterben, Kármán Tódorról elnevezett kráterben. És ugye, hogy ezzel legyen kapcsolat, egy ilyen átjátszó állomás van, ami tulajdonképpen nem a Hold körül kering a kis kommunikációs műholdjuk, hanem az L2 körül, tehát a Hold mögött, de egy olyan nagy sugarú pályán, hogy igazából az a műhold mindig látja a Földet is. Tehát ez az érdekes, hogyha összekötjük a Földet és a Holdat egy vonallal, meghosszabbítjuk a Holdon túl, akkor ezen a vonalon valahol elhelyezkedik ez az L2 pont, és erre a vonalra, amiről eddig beséltem, erre a vonalra merőleges síkban tud keringeni egy űreszköz, és ezt csinálja ez a kínai átjátszó állomás. Na most ennek az az előnye egyébként, hogy ez a keringési pálya, ami az L2 körül van, ugye ez, mondjuk most egyelőre a kínai átjátszó állomásról beszélek, ez a keringési pálya, ez olyan, hogy ez mindig megtartja az irányát szintén a Földhöz és a Holdhoz képest, ugye annak ellenére, hogy a Föld is kering, a Hold is forog, pörög, forog az egész minden, tehát a pályák, amik úgy egyébként szeretik megtartani a pályasíkjukat, nyilván gondolhatnánk, hogy a Földről nézvést ez a keringő űrszonda pálya néha majd az élével látszik, de nem, hanem pont az az előnye, hogy az L2 körül kering, például ez a kínai átjátszóállomásos űrszonda, hogy lényegében a földről a látóirány az mindig merőleges a pályasíkra. Ezért hívják ezt rektilineáris pályának, vagyis a Földet az L2-vel összekötő egyenesre merőleges síkban van a pálya. Na de, ugye még egyszer ez az L2 körül kering ez a kínai holdszonda, vagyis a Hold mögött. Most jön az elképesztő bravúr, most van az, amikor ledobja az agyam az égszíjat, hogy tudtak tervezni egyébként az ESOC, tehát az Európai űrügynökségnek az egyik fejlesztő központja, és a NASA kutatói közösen megtaláltak egy olyan pályát, ami azt tudja, hogy az L2-höz van ugyan kötve, de oly módon, hogy közben mégis a Hold körül is kering egyúttal, tehát az a pályasík, az az L2-höz van kapcsolva, azzal mozog együtt, de mégiscsak egyúttal a Holddal is egy síkban van, tehát egészen elképesztő. Majd ugye csütörtökön, mint mindig, lesz a szokolébresztő.hu-n poszt az adásról, és akkor majd oda berakok róla képet, mert ezt így nem lehet elmondani. Az a lényeg, hogy van ez az egészen csodálatos pálya, ami tehát azt tudja, hogy nagyon elnyújtott, tehát ezért aztán energetikailag viszonylag könnyen elérhető. Úgy néz ki, hogy
A nagyjából nem akarok hülye adatokat mondani, megpróbálok pontosan idézni. Tehát igen, nagyjából 3000 kilométerre van a pálya alja a hold déli sarka fölött, és nagyjából 70 ezer kilométerre van a hold északi sarka fölött az ellipszisnek a hold távolpontja. Tehát egy ilyen iszonyatosan elnyújtott ellipszis, ami mindvégig úgy kering, hogy közben végig lehet látni a Földet, tehát a pálya sose, tehát rektilináris, vagyis a Földet a holddal összekötő vonalra merőleges síkban van a pálya, és ez a csodálatos, hogy bár lényegében a hold körül húzódik, de az L2-höz van kötve, ami azt jelenti, hogy mind az űrállomás, amit erre raknak, annak a fedélzetéről mindvégig lehet látni a Földet, tehát nem lesz olyan történet, mint az Apollónál, hogy két óránként eltűnik az űrhajó a hold mögött, és akkor a hold rádiócsöndes túlsó oldala fölött van, aztán újra előbukkan, na szóval ez nem lesz, hanem folyamatos kapcsolatot lehet vele tartani, és egyébként olyannyira elnyújtott ez a pálya, hogy egy hét rajta a keringési idő, tehát az Apollo programban az űrhajók olyan alacsony hold körüli pályán keringtek, hogy két óra alatt megkerülték a holdat, ehhez képest ez egy hetes pálya, rettenetesen elnyújtott pálya, még egyszer, tehát 70 ezer kilométerre húzódik a hold északi pólusa fölött a hold távolpontja a pályának. És egyébként azért van így beállítva, mert nyilván a hold déli pólusára tervezik majd, mert ott van a rengeteg jég, meg oda tervezik az űrbázist, a holdbázist, meg oda akar majd leszállni például már rögtön az Artemis 3-mal a következő ember a holdra, valamikor a 2020-as évek vége felé. Szóval akkor az van, hogy lényegében így áll ez a pálya, tehát lényegében a földről nézve olyan, a pálya, mint hogyha ránéznénk a holdra, és a holdat egy ilyen glóriaként, egy elnyújtott glóriaként körbevenni egy pálya, ezért is hívják Halo Orbitnak, vagyis haló pályának. Na szóval ennek a pályának a tesztelése, hogy egyáltalán, és mennyire stabil ez a pálya, a számítások szerint nagyon stabil, ugye ez is egy fontos szempont volt, hogy kevés üzemanyag kell a pálya korrekciókhoz, de hogy ez a pálya úgy tűnik, hogy eléggé stabil, szerintem egy iszonyatosan gyönyörű égi mechanikai megoldás, még akkor is, hogyha ezt most így nehéz rádióban átadni, meg képek, meg egyenletek nélkül, de higgyék el a hallgatók, hogy ez valami csodaszép. Annak ellenére, hogy nem értem továbbra is, hogy a Gateway űrállomás mire való, de ezt meg kell hagyni, hogy ez a pálya konstrukció az gyönyörű. Egyébként a pályatervezés nagy öregje Farquhar, aki a NASA-nál dolgozik, még a 60-as években kezdte el ezeket a pályákat vizsgálgatni. Természetesen számítógéppel, hiszen ezek amúgy másképp nem megoldható feladatok, hanem ezt nem lehet papírral és ceruzával megoldani, vagy kiszámolni. Tehát a korlátozott háromtest probléma az ugye egy kemény világ a fizikában. Na mindegy, szóval a lényeg, hogy ilyen pályák léteznek, és éppen a holnapi űrszondának szerintem elsősorban az a jelentősége, hogy ez lesz az első olyan cucc, ami pályára áll oda, és egyébként eleve az, hogy jut el oda, az is valami egészen csodálatos, tehát körülbelül 4 hónapba fog telni, mire oda jut erre a pályára. Tehát az is maga egy pályatervező bravúr, hogy ezzel a pici elektron rakétával hogyan lehet egy mikrosütő méretű űrszondát eljuttatni egy ilyen beteg pályára, és az sem a szokásos módon lesz, hogy 3 nap alatt oda megyünk, hanem bizony-bizony bonyolult manőverek sorozatával. Tehát mindenképpen óriási égi mechanikai showműsor következik a következő hónapokban, és ilyen szempontból érdemes lesz figyelni, hiszen elméletileg majd ezen a pályán fog keringeni a nagy Gateway űrállomás. Na ennyi, le is telt az idő, és el is mondtam annyi idő alatt ezt a dolgot, amennyit szántam rá. Köszönöm mindenkinek a türelmet. Közben beütött a 3:15, ilyenkor szokásunkhoz híven bekapcsolom a telefont, 215-37-73, és most, hogy vegyek egy kis levegőt, megkérdezlek, Norbi, hogy itt vagy-e még? Igen, itt vagyok, és ehhez itt szeretném hangsúlyozni azt, hogy itt egy CubeSatról van szó, uh-huh. Egy 12 unitos CubeSatról, ugye relatíve nagy CubeSatról, de CubeSatról, és a NASA CubeSatokat elkezdte nagyban használni az űrkutatási programjában. Mondjuk csak az űrcsillagászatban a NASA évi 5 millió dollárt ad CubeSatokra, és minden évben felbocsát egy csillagászati CubeSatot. És ezek nagyon érdekes missziók. Most összehasonlításképpen az ESA, az Európai Űrkutatási Hivatal
azt mondja, hogy a CubeSatok nem a túl kicsi kutatásra, és egyetlen dolog, amire jók, az tulajdonképpen diákprojektek, meg tehát no, hát azért csak megváltozik ez már, nem? ESA is támogatja a CubeSatokat, de sokkal kevésbé, mint a NASA, és az ESA-s CubeSat programok nem gyorsak, mint ahogy azoknak lenniük kellene, hanem lassúak, úgy kezeli a CubeSatokat, mint hogyha azok nagyobb missziók lennének. Tehát én szerintem az ESA-nak van itt mit tanulni a NASA-tól, és én el se tudom képzelni, hogyha az ESA is hajlandó lenne évi 5 millió euróval támogatni csillagászati CubeSatokat, hogy az mekkora előrelépés lehetne. Uh-huh. Hát igen, ez így van. Hát előbb-utóbb gondolom azért ez bekövetkezik, mert őszintén szólva a CubeSat ez egy fantasztikus lehetőség arra, hogy sokkal gyorsabban, mint ahogy ezt egyébként a ti projektetek is mutatja. Na most nem arra gondolok, nem a Kuvikra gondolok, ugye, mert az nem CubeSat, igaz? Tehát az egyáltalán nem CubeSat szabvány, de mondjuk a korábbi műholdjaitokat megnézzük, ugye azt látjuk, hogy kb. Az a leggyorsabb módja a CubeSat szabvány annak, hogy leteszteljenek egy fejlesztés alatt álló űrrendszert. Például amit majd egy ilyen nagy csatahajó kategóriás műholdba be akarnak majd építeni a jövőben. Igen, igen. És még itt lehet, hogy kitérnék arra is, hogy az, amit mi csinálunk, hogy az első CubeSat, amit felbocsátottunk, a GRB Alpha, az egy unitos, pici, kis 10 cm-es kocka volt, és az a misszió, amit most tervezünk, a Kuvik, az egy 100 kg-os, még ezt is mikroszatelitnek hívják. Uh-huh. Ja igen, mert a CubeSatok viszont nanoszatelitek, ugye? Igen, vagy pikó, vagy mit tudom én. Ja. 100 kg alatt az mikroszatelit, 300 vagy 500 kg alatt különbözik a definíció a smallsat, kis szatelit, és tulajdonképpen a rendes műhold az e fölött van. Tehát a csehszlovák magionok is nagyon kicsik voltak. Igen. És itt azt szeretném mondani, hogy úgy néz ki, hogy az egész űripar afelé halad, hogy a CubeSatoktól ilyen mikroszatelitek felé, meg smallsatok felé, és ezek a kis platformák is, ez ilyen 100 kg nagyságú platformák is kezdenek relatíve olcsók lenni. Ez azt jelenti, hogy relatíve olcsók, hogy pár millióba kerülnek. Tehát pár millió euróba. Ja, igen, pár millió euróba. Aha. Ami sokkal olcsóbb, mint a nagy műholdak, amelyek... Bizony. És ebben minden benne van. Tehát ez a fejlesztés és az indítás egybe. Tehát a teljes projekt. Az indítás az hogyha elfogadható, a poláris pálya, az olyan pálya, ami a pólusok fölött halad, hogyha ez a pálya elfogadható, akkor a SpaceX transporter missziókon $1-2 millió föl lehet egy ilyen műholdat bocsátani. És ami nagyon érdekes, itt nem kilogramokért fizet az ember, hanem helyért. Tehát van ott egy adapter, amihez hozzácsatolják a műholdat, és adapterért fizetsz, és tök mindegy, hogy 20 kg vagy 150 kg a műhold. Tehát, hogyha műholdat akarsz építeni, akkor már nem arra kell optimalizálni, hogy minél könnyebb legyen, hanem, hogy minél CubeSatabb. Hát minél jobban illeszkedjen az adapterbe. A nagyságba, és akkor tulajdonképpen csak adapterért fizetsz, és lehet, hogy olcsóbb, egy nehezebb műholdat csinálni, mert választhatsz nehezebb, olcsóbb komponenseket. Aha, szenzációs.
Hát igen, őszintén szólva szerintem ez egy nagyon jó trend, és egy nagyon jó irányvonal, és egyébként látod, hogy eleve reflexből azt kérdeztem, hogy 10 év-e a Qwik-nak a fejlesztés ideje, és akkor mondtad, hogy szó sincs róla, igazából 4-5 év múlva föl kéne, hogy menjen. Szóval őszintén szólva ezeket én nagyon jó és fontos, ígéretes trendeknek tartom. Hát közeledünk viszont az adásidő vége felé, még mesélek szolgálati közlemény jelleggel egy örömteli dolgot, hogy ugye 2 hete volt a Tilos Maraton, ennek keretében árverésre bocsájtottuk egy festményt, amit rakétafüsttel hoztunk létre, bár nagy részt én, de azért ő is beledolgozott, és még egy leheletnyi holdport, meteoritikus holdport is belemaszatoltunk. Az volt a címe, hogy Átszállás az űrben, ami egyébként a témája is volt a 2 héttel ezelőtti adásnak, és hát örömmel jelenthetem, hogy nagy köszönettel persze, hogy ez elkelt, 51.001 forintért kelt el a kép, úgyhogy hát innen is köszönjük minden licitálónak, és a nyertesnek gratulálunk, és reméljük, hogy amikor a kezébe került a valódi alkotás, akkor sem csalódott. Ha már ez megtörtént, nem tudom egyébként, hogy megtörtént-e már az átadás átvétel, ugye ezt már onnantól a Tilos bonyolítja, én csak egyszer behoztam a képet, és letettem ide, és azt mondtam, hogy csókolom. Na, szóval ez volt, de igen, nagyon örülünk neki. És más szolgálati közlemények, hogy ugye a szokolébresztő az ugye szimbiózisban működik a Parallaxis podcasttel, illetve a Parallaxis univerzum részének tekintendő a szokolébresztő, ami azt jelenti, hogy persze a az emlegetett sokolébresztó.hu domain is egyébként a Parallaxis oldalára irányít át, és most ezt azért mesélem el, mert szerintem a Szokol hallgatóknak is érdekes lehet a múlt héten megjelent 70. Parallaxis podcastnak a tartalma, amikor lehetőségem nyílt Brian Schmidt-tel beszélgetni, aki Nobel-díjat kapott 2011-ben azért, mert felfedezte, hogy az univerzum gyorsulva tágul, és egyébként meg bortermelő is, illetve a dupla adás második felében meg DJ-vel, vagyis Dávid Gyulával beszélgettünk arról, akit nagyon sokan ismernek egyébként a YouTube-os Atomoktól a csillagokig előadásairól, méltán ismert és elismert ismeretterjesztő, szóval vele arról beszélgettünk, hogy mi a túró fog történni a következő 137 kvintillió évben az univerzumban, most, hogy már Brian Schmidt-től megtudtuk, hogy sose lesz vége. Hoppá, és természetesen ma is jön telefon, úgyhogy figyelj, fölveszem. Halló, szokolébresztő! Jó reggelt kívánok mindenkinek! Jó reggelt! Szokolébresztő felébresztett. Egy kérdésem van, sajnos már nem lesz idő kifejteni, mert telefonáltam előbb is, akkor nem sikerült. Aha. Amikor ezeket a Lagrange pontokat számolják, azt én értem, hogy teoretikusan ki tudják számolni, na de hát ugye ilyenkor nem csak az adott két égitest, a gravitációt számít. Így van. Ez egy nagyon komplex soktest probléma. Így van. Ezzel mit tudnak kezdeni? Hát ez figyelembe lehet venni, igen. Tehát az, hogy amit említettem, az, hogy a stabilit, nagyon jó kérdés, köszönjük szépen, tehát az, hogy a stabilitása ezeknek a pont... Jó, oké, rendben. Tehát ugye említettem, hogy például az L1-ről és az L2-ről is az mondható el, hogy olyan értelemben instabil, hogy például az L2 körül keringő űreszköz, az például tud keringeni ebben a síkban. De például, hogyha például merőleges irányba, tehát akár a hold felé, akár a holddal ellenkező irányba elpöccinteném, akkor rögtön instabillá válna. Tehát az L1, L2 és L3 pontok például instabilak, vagyis olyan értelemben instabilak, hogy az egyik irányba stabilan lehet körülöttük keringeni. A legkisebb perturbáció is éri, ami erre merőleges, akkor bizony instabillá válik a pálya. És az a vicc, hogy igen, magyarul nem maradott az űrszonda azon a pályán, és természetesen érik ilyen perturbációk, éppen valóban a Hold, a Jupiter, ez a két legfontosabb, a Föld-Hold rendszer esetében vizsgálva a Nap és a Jupiter, mint a két legnagyobb gravitáló test itt a közelben, hogyha az ő hatásaikat belevesszük, akkor bizony-bizony ezek perturbálják ezt a pályát, és való igaz, hogy ráadásul nem csak ez perturbálja, hanem még az is, hogy a Hold sem igazából egy tömegpont, hanem a Holdnak is megvan a maga gravitációs eloszlása, mindenféle tömegkoncentráció itt meg ott, ami szintén befolyásolja
befolyásolja a pályát, amikor elrepül fölötte az űrszonda, és természetesen ezeket közelítő jelleggel figyelembe kell venni, tehát igen, valóban, mondom, hogy már az ötlagráns pont elméleti meghatározása sem lehetséges olyan értelemben, hogy nem lehet zárt matematikai képleteket adni ezeknek a helyére, hanem csak is közelítésekkel lehet megoldani ezt a differenciál egyenletrendszert eleve, és akkor bizony, amikor bejön az összes többi bolygótest, akkor azt is ilyen periodikus perturbációként figyelembe kell venni, hogy igen, lehet tudni, hogy mikor merre van a nap, és hogy milyen messze van, és ki lehet számolni, hogy ez mekkora gravitációs hatást jelent, és bizony befolyásolja a pályát, és ezt kell is csinálni napi szinten, hiszen ezért kell pályamódosításokkal mindig igazgatni a pályát, ami elkerülhetetlen. Tehát valóban az, hogy kijön az, hogy két test, korlátozott három test problémában kijön, hogy elméletileg, hogyha nem lehelünk rá a rendszerre, akkor az L2 körül egy ilyen rektilináris pályán lehet keringeni. Hát az nem jelenti azt, hogy most akkor végeztünk, és mindenki hazamehet, ki lehet kapcsolni a számítógépet, nem, hanem folyamatosan előre kell jelezni, hogy ez hogy van, és azt bizony közelítő módszerekkel, szimulációkkal lehet megoldani kizárólag, mert matematikailag nem írható föl szépen a megoldás, tehát folyamatosan számítógépekkel előre szimulálják, hogy mi fog történni, és ennek megfelelően határozzák meg, hogy mikor kell a kis hajtóművekkel megcsinálni a pályakorrekciót. Hú! Norbi, befejeztük mára. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és a hallgatóknak meg a figyelmet. sokolébresztő.hu, még egyszer hallgassatok Parallaxis podcastet, meg Sokolébresztőt is két hét múlva, meg minden, és nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Most elbúcsúzzunk, két hét múlva jövünk vissza. Sziasztok! Hamarosan jön a következő rész.